Szekszárdon ökumenikus istentisztelettel kezdődött augusztus 20-án az államalapítás és az új kenyér ünnepe. Ezen a napon megtettek a Béla király téri templom padsorai, ugyanis Petkó Tamás római katolikus plébános, Kaszó Gyula református lelkész és Fodor Péter baptista lelkész megszentette az új búzából készült kenyeret. A szertartás után a résztvevők a Szent István térre vonultak, ahol Gyurkovics János alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta, Istvánt az emelte ki a kora uralkodói közül, hogy minden erejével az ország egységének megteremtéséért és a nemzettudat megerősítéséért dolgozott egész életében. Köszöntöm Önöket államalapító Szent István királyunk ünnepén, az ország születésnapján. Annak az országnak a születésnapján, mely több mint ezer esztendeje létezik ugyanitt, Európa szívében, a Kárpát-medence közepén. A hagyományoknak megfelelően reggel megtörtént az idei búzából készült kenyér megáldása, jelképes szétosztása. Ez emlékeztet mindannyiunkat arra, hogy sok ember áldozatos munkájának eredményeképpen a következő esztendőben is lesz kenyér az asztalunkon. Emlékezünk Szent István közel 40 évnyi országépítő szolgálatára is. Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét, Nagy Boldogasszony napját avatta ünneppé, ekkora hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. Első királyunk legfőbb történelmi érdeme a magyar állam megalapítása, kiépítése, megszilárdítása és európai integrálása. Sikereinek titka egyensúlyteremtő képességébe rejlett. A kivívott tekintély mellett Magyarország mai szóval élve versenyképes és elfogadott állammá erősödött. Ez sokszor valóban nagyon kemény, esetenként kegyetlen eszközökkel az akkori keresztény keretek között valósította meg, de ennek eredményeképpen hazát és otthon teremtett a magyaroknak. Az alpolgármester azt kérdezte a jelenlévőktől, hogy vajon mi lehet a Szent Istváni életmű titka. Abban biztos vagyok, hogy egy megingathatatlan értékrend, ami alapját képezte a döntéseinek, és az, hogy e szerint az értékrend szerint is élt, így volt hiteles. Nem hatalmának megerősítéséhez, nem személyes meggazdagodásához, egyfajta kirakatként volt fontos számára a keresztény értékrend, hanem az ország stabilitásának és egységének megteremtése. A fiának, Imre hercegnek írt intelmei szívében lévő mérhetetlen szeretetről és hatalmával kapcsolatos alázatról tanúskodnak, így többek között a hit megőrzéséről, tiszteletről, az igazi ítélet és türelem gyakorlásáról, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról, az elődök, szülők tiszteletéről és azok követeléséről, a bölcsességről, kegyességről, irgalmasságról szólnak. Szent Istvánnak az a szellemisége, gondolkodása és értékrendje, amit magától is elvárt hitelességének és sikerének, ránk hagyott örökségének alapja.
Ezek az alapok határozták meg döntéseit, ezek alapján jelölte ki a magyarság útját, határozta meg az aktuális taktikát és stratégiát, ezek alapján talált és kötött szövetségeket a nyugat-európai hatalmakkal, terjesztette a keresztény hitet, és ezek alapján épített országot, alkotott időállót és maradandót. Gyurkovics János úgy folytatta, eltelt több mint 1000 év, és a magyarok millióinak áldozatai árán itt vagyunk. Ugyan befolyásolnak bennünket a külvilág történései, de alapvetően mi kell, hogy alakítsuk a jövőnket. Tehát leginkább rajtunk múlik, milyenek vagyunk, milyenek leszünk, mivé építjük államunkat. Ha képesek leszünk, és bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk felemelkedni a megosztottságon, akkor tudunk igazán haladni, fejlődni, és minden itt élő számára megteremteni az emberhez méltó életet. Én azt kívánom magunknak, különösen itt Szekszárdon, hogy legyen bennünk hit, erő és akarat, hogy a saját magunk által kijelölt úton járjunk, nem nélkülözve a Szent Istváni alapokat, nem feladva az elveinket és értékrendünket, a magunk közösségét erősítve, arra támaszkodva. Tudom, hogy képesek vagyunk rá. Együtt önökkel, veletek sikerülni fog. Isten áldja mindenki munkáját, aki ehhez hozzátesz. Isten áldja Magyarországot és a magyar nemzetet. Isten áldja önöket, Szekszárdot. Az augusztus 20-ai rendezvény zárásaként az önkormányzat, az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a Szent István szobrot.